Hát jelenleg a nemzetközi felmérések alapján a lakosságnak kb. 1,5%-ánál van epilepszia. Sokáig az epilepsziával élő emberekre félelemmel tekintettek, bizalmatlanok és érinthetetlenek voltak. Végtelenül sok szociális stigmával sújtották őket, pedig olyanok is szenvedtek a betegségben, mint Julius Cézár, Nagy Péter cár, Napóleon, 9. Pius, Dostojevski vagy a költő Lord Byron. Az epilepszia a leggyakoribb agyi zavar, de nincs köze az elmebetegségekhez. Az epilepsziát igazából nem is egy külön betegségként szokták kezelni, hanem egyfajta tünetegyüttesként, egyfajta tüneteként bizonyos egyéb betegségeknek a megjelenési formája lehet. Ez lehet egy születési károsodásnak a megjelenési formája, ez lehet egy agydaganatnak a megjelenési formája, egy stroke-nak a maradvány tünete. A korai történelmi korokban azt gondolták, akinek ilyen rohama van, az a felettes erőkkel kommunikál, így különleges képességként kezelték. Bár ijesztő látvány egy roham, egyáltalán nem veszélyes, ha megfelelő ellátásban tudják részesíteni a beteget. Az epilepszia különleges lefolyású betegség, elsősorban a gyerekek, és később az idősebbek körében találkozhatunk vele. Mióta tudjuk a természetét, látjuk, hogy ez igenis jól beállítható, kezelhető, szerencsére nagyon jó gyógyszerek vannak forgalomban, több mint 20 hatóanyag, ahol tényleg, hogyha egy jó, hatékony gyógyszerbeállítás megtörténik, és a beteg a gyógyszerét rendesen szedi, betartja a különböző életvezetési tanácsokat, akkor jó esélye van rá, hogy akár egész életében rohammentes, tünetmentes maradhat. A mai korszerű kezelések eredményeként a betegek 80-90%-a tünetmentesen élhet, ugyanakkor minden második beteg a vele szemben támasztott előítéletek miatt csak nehezen tud beilleszkedni a környezetébe. A megye és a régió epilepsziás betegei számára a Balassa János Kórházban elérhető az epilepsia szakambulancia.